Népalk Kutya Iskolán Veres Viola és az Agility. Komoly fejlesztések előtt állnak a Békés megyei önkormányzatok. Jelentősen nőtt a Békés Csabaiak adakozási kedve az ünnepek alatt. 2016 a szenzációs kiállítások éve lesz a Munkácsiban. Választjuk az idén gyümölcsöket, ha el akarjuk kerülni a megfázást. Először is érkezzen egy igazi mai sláger, de ne menjenek sehová, azonnal jövök vissza a részletekkel. Csak a hét legfontosabb Békés Csabai eseményeivel. Túllépve a kutyaiskolák alapvető feladatain, mint a visszahívás, az ültetés vagy a fektetés, kezdődik az agility. Ennek a sportnak a lényege, hogy a kutyánkat bármilyen kényszer vagy utalom nélkül csupán test és hangérekkel vezessük végig egy akadályokkal teli pályán, ahol a pontosság mellett az idő is fontos tényező. A részletekről Veres Viola agility versenyzőt és edzőt kérdeztük. Én nagyjából 12 évet csinálom ezt az agility sportot. Annak idején egy német továbbra kezdtem el, de most már két border collie fajtájú kutyussal tudom ezt a sport, és mai napig versenyzem velük. Én nem is tudom most már elképzelni az életemet nélkül a sport nélkül. Talán már azt is mondhatom, hogy ez több, mint egy hobbi. Mivel hogy 2009 óta edzősködöm, szóval tanítványaim is akarnak, illetve szemináriumokat szoktam tartani, mint belföldön, mint külföldön. Tehát ehhez tényleg egy elhivatottság kell. Aztán tavaly megcsináltam a bírói képzést, ami azt jelenti, hogy most már mind belföldön, mind külföldön, tehát nemzetközi versenyeken is ugyanúgy bírálhatok. Hivatalos FCI által elismert versenyeken, tehát én igazán nagyon komolyan gondolom ezt a sportot, és igazából nagyjából róla mennyit. Az agility maga az egy nagyon változatos sport, értem ez alatt azt, hogy nagyon gyorsan fejlődik, és mindig más. Mondjuk ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy lovas díjugratás, hogy vannak standard akadályok, amiken a kutyáknak ugye teljesíteniük kell, és a felvezető kizárólag testjelekkel és hangjelekkel irányíthatja a kutyát, tehát nem lehet, sőt kizáró, hogyha az ember órát, nyakörvet használ, vagy bármilyen eszköz kutya irányításához, illetve semmilyen játék vagy étel nem lehet, ez motivációs eszköz sem versenyszituációban a gazdánál, tehát igazából az a lényeg, hogy nagyon erős kapcsolatnak kell kiépülnie a kutya és a gazda között, hogy úgyis megcsinálja a feladatokat, igazából nem használunk abban a szituációban semmilyen jutalmazó eszköz. És ez nagyon fontos kiemelni azt, hogy az agility az abszolút pozitív megerősítésekre épül, tehát nem szabad egyáltalán sem versenyen, sem edzésen szállítani a kutyát, hogy agresszívnek lenni a kutyával, az abszolút kizáró. Csak is kizárólag pozitív megerősítéssel dolgozunk, és ezért is nagyon jó pop és sport egyben, mert nagyon jó kikapcsolódást nyújt a háti kedvencünkkel, és igazából szerintem kijelenthetjük igazából, mondhatom azt, hogy bármilyen kutyafajtával lehet nézni ezt a sportot. Én már dolgoztam például dalmatával is, egy egészen szélsőséges fajtákat is láttam már versenyen, illetve edzéseken is például Yorkshire Terrier vagy Bull Mastiff, szóval tényleg nagyon széles a paletta, amilyen kutyákkal lehet versenyt indulni. És igazából az a lényeg, hogy minden versenyen ez igazából bíró válogatja, más pályát raknak be. Tehát úgy kell felkészíteni a kutyát, mint a felvezetőt is, hogy aznap, azon az adott versenyen találkozik adott pályákkal, és mindig van 8 perc a pályabejárásra, és az alatt kell megbarátkozni úgymond az aznapi pályával, és gondolni azt, hogy mondjuk erre milyen felvezetési technikát lehet alkalmazni, tehát ez nagyon jó memóriajáték is, illetve az, hogy probléma megoldás, hogy a legjobb, a leggyorsabb megoldást találja meg az ember, mert ez időre megy, ez nagyon fontos, az, hogy időre megy, illetve az, hogy hibátlanul kell teljesíteni azt, hogy értékelni lehessen a futamot, illetve hogy minél előbb véget ugye az ember egy versenyen, tehát igazából még talán az fontosabb is, hogy minél kevesebb hiba legyen a futamban, mint az, hogy minél gyorsabb, mivel hogy ha valaki mondjuk egy legjobb időt, azzal még mindig lehet hátrébb sorolva, mint hogyha mondjuk hibátlan fut, mert sokkal több hiba pontot ér, hogyha az emberre van egy-két hibája, mint hogyha ugye hibátlan, akkor nem kap hiba pontot, és akkor automatikusan előrébb sorolódik. Mit tanács van el egy teljesen kezdő gazdinak, ha agilitivel szeretne foglalkozni? Érdemes egy tanfolyammal kezdeni, vagy az alapokat elsajátíthatják otthon is? Ez attól függ igazából, hogy a kutya az mennyire van az alap engedelmes feladatokra megtanítva. Mert én szerintem mindenképpen érdemes először egy ilyen alap tanfolyamra eljárni kutyaiskolába, egy ilyen kiképzésre, ahol az alap engedelmességi feladatokat megtanítják az embernek, mert az az alap, hogy az ember kutya közti kapcsolat kialakulhasson, az, hogy mondjuk kimegy az ember a kutyaiskolába és egyáltalán fel tudja venni a kapcsolatot a kutyával, tehát a kommunikáció nagyon fontos, és az, hogy oda tudja
hívni az ember a, ugye, magához, le tudja kontrollálni, legyen probléma, és nagyon sok lehetőség van itt a megyén belül is arra, hogy alapvető szocializációs gyakorlatokat lehessen végezni. Az agilityhez elengedhetetlen az, hogy az ember tudja magához hívni a kutyát, tényleg alapszinten kontrollálni, mert tényleg az, hogy minden rendben történjen egy edzésen, ne legyenek konfliktusok, problémák. Tehát én mindig azt szoktam, hogyha hozzám jönnek tanulók, akkor is mindig úgy kezdjük, hogy megnézem, hogy tényleg hogyan viselkedik a kutya a gazdával, hogyan tudja kézben tartani a kutyát. Értem az alatt tényleg az, hogy engedelmességi feladatokat is van, hogy kérek tőlük, hogy na, akkor hogyan ül le az a kutya, hogyan veszik le az a kutya vezényszóra például, vagy tényleg azt, hogy engedje el, és akkor azt, hogy hogyan reagál a kutya a gazdának a vezényszavaira, vagy egyáltalán reagál-e. Egészen szélsőséges dolgokat láttam én már eddig életemben, és csak akkor tudok én mondjuk edzőként elkezdeni dolgozni egy kutyával is, gazdával, egy párossal, hogyha tényleg megvan az alap ahhoz, hogy elkezdhessük, tehát mindenképpen szükséges az, hogy minimális előképzettsége legyen, de én nem azt mondom, feltétlen szükség van kutyaiskolára ehhez, persze, mert otthon is megtaníthatóak ezek az alapdolgok, ültetés, fekvés, behívás, helybenmaradás, az, hogy kutyával fel tudjam venni a kontaktust, tehát azt, hogy rám figyeljen, rám koncentráljon. Ezeket mind otthon is meg lehet tanítani, akár magának is az embernek. Illetve persze az interneten is nagyon sok anyagot lehet találni, magyarul és különböző más nyelveken is ilyen alapozásra. De szerintem, hogyha egy átlagember szeretné felkezdeni, akkor érdemes elmenni egy ilyen kutyaiskolába, és elméletileg ugye ott képzett edzők vannak, és akkor ők is elmondják, hogy ez nem elég ehhez, akkor tényleg járjál mondjuk egy alapozó tanfolyamra, vagy egy kiképzésre, és akkor majd egy hónap múlva gyere vissza. Tehát én bízom abban, hogy azért vannak annyira segítőkészek a kutyaiskolában, hogy adnak eligazítást. Tehát nyugodtan el lehet menni kutyaiskolába, és akkor eligazítják az embert erről. Az előző percekben Veres Viola agility edzőt és versenyzőt hallották, aki arról tájékoztatott, hogy milyen alapvető feladatokat kell ismernie egy kutyának és gazdájának ahhoz, hogy az agility sportban részt vehessen. Csabai Mozaik, a 88.9 Rádió egy információs műsora minden szombat délelőtt